Tizedik fejezet, melyben elkövetkezik az évek óta készülő nagy leszámolás, és hőseink az élettől megkapják azt a vigasztalást és igazságszolgáltatást, melyre minnyáján jogosan számot tarthatnak. A részeg emberek öröpülnek. Csak a józanok hiszik, hogy ide-oda imbolyognak. Ők valójában láthatatlan szárnyakon szállnak, és mindenhová előbb érnek, mint remélik. Hogy közben múlik az idő nem számít, mert nekik az nincsen, és nyilván a többiek csalódnak, kik ilyesmikkel törődnek. Bajuk sem esik, mert a szűzmárja kötényében hordozza a részeg embereket. De a kapu kinyitása nehéz volt. Sokáig bajmódott a kulcsal, ide-oda forgatva a zárban, de nem akart kinyílni. Még tovább veszült azonban a szoba ajtajával. Még rájött, hogy az be sem csukták. Dörmögve haladt befelé, káromkodott, hogy ebben a házban semmi sincs rendben, kilophatják a szemüket is, elrabolhatnak mindent. Csak ugyan, ilyen rendetlenség ritkán fordult elő. Ez úgy esett meg, hogy felesége, mikor kilenc óra lett, nyugtalankodni kezdett. Mert ebben az időben, mióta eszét tudta, mindig otthon volt már az ura. Kiment a Petőfi utcába, és a sötétbe kémlelődve nézte, hogy jön-e. Aztán visszajövet elfelejtette bezárni az ajtót. Vajkainé idegeskedett. Nem értette, mi történhetett. Ő egész nap itthon maradt. Miután Ákos délután egy negyed órára fölnézett a kaszinóba, két látogatót is fogadott. Az egyik a mosónő, ki a nagy mosás jött megbeszélni, a másik Szilkuti Biri, pacsirta egyetlen jó barátnője, csinos asszonyka, ki valami erdészhez ment férjhez, de azután az ura elhagyta a Széchenyi Kávéház pénztáros nője miatt és most válni akartak. Szirkuti Biri pacsirta iránt érdeklődött, kivel utóbb összebarátkoztak, sokat tárgyaltak suttogva a kerti padon, a vadgesztenye alatt. Anya megkínálta őt a színházi csokoládéval, melyet még nem fogyasztott el, és csevegve nevetgélve, mind megeszegették nyolcig. Hogy elment, a leány szobában marrogatott ingeket, blúzokat, melyeket pacsirta vetetlen ágyára terített. Majd idegességében egy kocka fehér cukrot vett a szájába, azt szopogatta. Nézte a képeket, melyeket annyiszor látott, dobozit és hitvesét, az első magyar minisztériumot, battyányit, a kapcsos albumokat, melyekben megtalálta vajkaiak, bozsó képeit, harmadiziglen, pacsirtát is 10-14 éves korában, babával, léggömbel, sziklán ülve merengő helyzetben, de gondolatait semmi sem terelte el. Fölkelt, átment az ebédlőbe, járt a gyári ebédlő szőnyek cikcakos mintáin, onnan a folyósra sietett, és végig sétált a ronypokrócon is, mely a külső ajtóig futott. Itt elfogta a félelem. Ezért a szobák közötti ajtókat is föltárta, úgyhogy az egész lakás egyben nyílt. Majd, hogy a sötétség ne bántsa, egymás után meggyújtotta villanyokat az összes szobákban, a folyosón is, erős fényár tündökölt, az elhagyott házban. Csak hogy ebben a kivilágításban a csönd még nagyobbnak rém lett, mint annak előtte. Semmi sem moccant. Hallgatódzott, nem zörene a kilincs. Némaság ült mindenfelé, figyelt kifelé az utcára, ott nem járt már senki. Pusztán lépteinek nesze recsent a padlón, amint ide-oda ment. Ekkor megállt. A hálószobába tartott. Ákos éjjai szekrényéből kivett egy kulcsot, azzal a kivilágított lakáson áthaladt az utolsó szobába, a tiszta szobába, hol a kopott fekete zongora állott a Bőzendorfer, mely szüleinek nászajándéka volt, sok vihart, kedves batyubárt látott, és mint hű, öreg bútor, már két nemzedéket kiszolgált. Lejut a zongora székre, kezét ölébe tette, tűnődött. Mióta nem zongorázott? Nagyon régen. Valaha pedig szeretett. Pacsértát is ő tanította zongorázni, de szegény a kedves. Nem sokra haladt, semmi hajlama nem volt hozzá. Tizennyolc éves korában lezárták a zongora födelét kulcsal, hogy rend legyen. Azóta zárva maradt. Ő sem igen nyitotta ki. Hogy rövidítse a várakozás perceit és csillapítsa a nyugtalanságát, föltárta a zongora födelét, mely így roppanással kinyílt, végig futatta merev ujjait a billentyűkön, melyeket repedezett csontok föttek, nem sokkal öregebbek, mint ujjai egyetlen dalt tudott kívülről, még leánykorából. Hullámzó Balaton tetején. Azt játszotta most, gyarlón hiányosan megmegálva, de így is hamar vége volt. Aztán a hangjegy füzetekben lapozgatott, kiemelte a sok kötet közül Béthoven szonátáit és az első próbálgatta, mely merész, ugrándozó ütemeivel, átszállva évek távolságán, fájó zsongást ébresztett benne. Gyakran játszotta ezt, mikor húsz éves volt, nyári reggeleken. Most eleinte nem jól ment. Föltette szemüvegét, hogy lássa a és addig ismételte, míg ujjai forogni kezdtek, és a lehangolt zongora acélosan zengett az összhangos bánattól. Valóságos gyakorlat volt ez izgalmas hajsza. Mindig újra és újra, mindig jobban és jobban. Arcán, melyet a két égő lámpa között közel kellett tartani a hangjegy füzethez, erőködő figyelem, csodálkozást tükrözödött. Három óra lehetett, mikor azt érezte, hogy elfáradt. Be sem csukva a zongorát, az össze hány füzeteket, el sem oltva villanylámpákat a hálószobába ment. Elhatározta, hogy már nem várja az urát. Lefeküdt. Épp magára húzta a paplant, mikor valahol a közelben cigány zenélt, és utána a környék kutyájuk adtak. Nem sokára határozottan hallotta, hogy zörögtek a kapun, mint már eddig sokszor, de most nem csalódott. Felkönyökölt az ágyban, a villanylámpa mellett. Ákos belépett a hálószobába. – Apa! – mondta kérdőn, feddőn, kise álmodozva. Ura megállt a szoba közepén, nem vette le kalapját, fején tiszteletlenül kackiásan sötétedett a fekete kemény kalap. Szemüvege nem volt az orrán, valahol elvesztette. – Mi az? – kérdezte a felesége halkan. Ákos még mindig nem szólt. Nézte az asszonyt, szájában bűzös szivar csonkja füstölgött, és sehogy sem akart szelelni, hiába rágta. Komor volt. Részek, gondolta hirtelen az asszony, és annyira megrémült ettől a gondolattól, meg a mereven álló rejtélyes alaktól, mintha éj idején vadidegen ember törne házukba, ki sosem látott. Azonnal leszállt az ágyról, papucsot sem vett, oda sietett hozzá, hogy támogassa. Ülj le! Nem ülök! Fekül le! Nem fekszem! Hát mit akarsz? Itt maradok! De doktor Ákos az ajtó félfához támaszkodva. De mégis megindult. Az asztalig ment, és a tenyerével hatalmasan rácsapott az asztalra. Itt maradok! mondta fenyegetven. Azért is! ismételte. Itt maradok! Makacs volt, mint a gyerek, Felesége ráhagyta. Jó, maradj itt! Gyufát! parancsolt. Az asszony hozta a gyufát a mécs mellől. Ákos a hulladozó szivarral föllehelt a tüzet, az lágra lobbant, s megpörkölt a bajszán. Jobbra-barra köpködött. A szivart a földre lökte nyelvével, és utána köpött. Nyáltócsák fehérettek a viaszos fényezett padlón. Szivart! parancsolt apa. Felesége az egész szürke kabát belső zsebébe nyúlt, onnan előkereste a tárcát, kivett belőle egy szivart. Ákos leharapta, rágyújtott. Most sikerült elcsalnia Ákos fejről a kalapot, kezéből a botot, de azért, hogy mindig nem mozdult. Kicsit itt kedves, szólt a felesége mosolyogva, békéltettően, hogy magára eszméltesse, és akkor látta, hogy az ura megsértődik, hozzátette enyhítve. Elszórakoztál kicsit és rátekintett a holt részeg emberre. Az öreg kotorászni kezdett nadrág zsebeiben, sokáig kecmeregve. Egyszerre mind a két zsebét kifordította. Arany, ezüst, részpénzek hultak ki, csörömpölve szaladtak végig a padlón, és a bútorok alá bújtak. – Itt van! – kiabált Ákos. – Pénz! – és bele egy újabb csomóba. – Nektek hoztam! – és a földre vágta. A pénzdarabok ilyet tersikítottak, Vajkai is majdnem felsikított. Valami nagyon baljósnak érezte ezt a rendetlenséget az ő tiszta lakásában, maga sem tudta miért. A kártyanyereséget mind a ketten piszkos dolognak tartották, elítélték azokat, kik nagyban komolyan kártyáztak. Az asszony a pénzdarabok után nézett, még már a sötét csarokokba gurultak, és ott megnyugodtak. Csak ezt kérdezte. Kártyáztál? Ákos rábámult, és megindult okvetetlenkedve, bakafántosan, hogy bebizonyítsa, mennyire nem részeg. Tántrogva érkezett az éjjel szekrényig. Itt azonban egyensúlyát veszve megtorpant, és szájában az égő szivarral teljes hosszában arccal az ágyra vágodott. Meggyűjtöd az ágyat! Jaj, veszékelt anya! Meggyűjtöd az egész házat! Hát aztán, dörmögött akkor legalább elég, akkor legalább nem lesz ez sem. Mindegy, mondta szomorúan, mindegy. Ugyan kérlek. Vágott szavába az asszony, és söpört a parazsat a paplanról párnáról. Ákost ismét szájába vette a szivart, és pőfékelt, valahogy fölemelte a felesége, és az asztali tuszkolta. Egy zsőjét tolt alá, melybe ura belepottyant. Hallatlan, mondta az asszony, hogy leültette. Mi bajod? kérdezte tőle. Hogy mi bajom? szólt Ákos is vont. Hogy mi az én bajom? Igen, mi a bajod? Az a bajom. Kezdte, és letörölt a hamut, mely bajszára hult. Az a bajom, mondta mély, hatázott hangon, hogy gazember vagyok. Te! én hát, és bólintott. Mi jut eszedbe? Sopánkolt az asszony. Te kedves, aki hallgass! Rivalt rá az Fog baszád! Gazember vagyok. Ajas, elvetemült gazember. Az vagyok. Az asszony megsajnálta, oda ment, hogy átölelje. Ákos eldögte. Hagyj gyengem! Ostobaság. Válaszolt az asszony, gondolkozva. Gazember? Miért lennél te gazember? Azért, szólt Ákos, és kikött a padlóra ezt a szivarját is, mely csípős mérgével marta nyelvét. Azért, ismételte fáradtan. Csak most kezdett igazán szédülni. Ebben az zárt szobában, melyben még a tegnapi meleg reket meg, teljes erővel tölt ki rajta részegség. Feje oldal csuklott, bóbiskoni látszott. De arca egyre halványodott. Oly gyengeséget fejezett ki, hogy feleség aggódva kérdezte tőle. Ne főzzek tejád! Intett neki, hogy főzhet. Az asszony csak horgolt kendőjét kapta magára, s úgy, ahogy volt, egy ingben mezítláb kiszaladt a konyhába, edényekkel zörgött, gyors forraló gyújtott forralt a teját. Ákos ült a zsőjében, majdnem mozdulatlanul. Mindkét kezével megfogta a karfáját, mert a zsője kisé fölemelkedett a levegőbe. Alig egy-két arasznyira, de aztán tovább szállott fölfelé egy méterre, két méterre, egészen a mennyezetig, és vissza, egyre gyorsabban, majd körbe pörgött. Nem is volt kellemetlen ez a hintázás. Ákos elszórakoztatta. Mámult a száguldott tárgyakat, a görbajtókat, a táncoló tükröt, mely kótyagosan forgott a többiekkel. öntudata kihagyott, visszatért. Ilyen pillanatban megemberedte magát, fölkelt, hogy levetkőzzék. Levetette kabátját, nadrágját, letépte nyakkendőjét, mely kapcsával ingombjába akadt. Holmiét pedig, bármire is ittas volt, az akkor aggályos rendszeretetével rakta ki, mely a kicsinyes dolgokra már jobban ügyel, mint a nagyokra. Zsebor, hát pecsétgyűrűt, kulcsot a tárcára tett, hogy reggel megtalálhassa, megint zsebébe dughassa úgy, mint eddig házasság a harmincat év alatt. Felesége hozta a teás fincsát, kannát, rumot. Én meg ezt, mondta Ákosnak, ki már az ágyon ült levet közre. Mindjárt jobban leszel. Ákos a fincsát tele öntötte rummal, egy kis teját locsantott belé, kavargatta. Az asszony az ágyba feküdt, mert a konyhában megfázott, és át akart kisé melegedni. Az öreg csak pár kortyot tudott inni. – Most feküdj le! – szólt az asszony. Le is feküdt volna, ha nem jut eszébe az, ami minden este lefekvés előtt, hogy a lakás megvizsgálja és keresse azt a rablót, ki sohasem talált itten. Ingben gatyában, az ebédlőben dűlöngött. A csillár villanyai mind égtek. Egy percig föl sem ismerte, hol jár. A folyóson is milyen illumináció volt, meg a leányszobában is, csökölyösen botorkált tovább a zongoraszobába. Itt még nagyobb fény fogadta. Két lámpa lángolt, mert anya égve felejtett a zongora két szélén, erősen megvilágítva a billentyűzetet, a föltámasztott zongora födelet, csak ott a tartod össze-vissza hányt hangjegy fizetett. Ákos elkacagta magát, oly erősen, hogy kacaja áthallatszott a nyitott lakáson a hálószobáig, hol az asszony az ágyban aggódva lest, hogy mi történt. Homlokát ráncolva kérdezte magától, hogy miért nevet az ura. Az gyorsan visszajött. Mi volt itt? kérdezte, azna durva hangon, mert megérkeztekor használt, és ismét megállt a hálószoba közepén. Micsoda kutya komédia! Bál volt itt! És úgy nevetett, hogy köhögött, elfulladt a szava. Min nevetsz? Bál volt, ismételte Ákos. Bál volt a mi házunkban? Mulattál, anya? Vártalak, mondta az asszony egyszerűen. Én zongoráztam. Hazám, szólt Ákos gunyosan. – Bál volt, és valóban bál. De alig ejtette ki ezt, torkát görcs szorította össze, lehanyatott a zsőjébe, és zokogni kezdett. Egész testét rázta a száraz zokogás, mely szájából vonyítva, könny nélkül szakadt ki. Oda borult az asztalra. Szegényke, jajgatott, szegényke, csak őt sajnálom. Maga őt látta pacsértát úgy, amint az álomban. A palánk mögül nézett rá eszelősen, és kérte, hogy segítsen rajta. Nem bírta el ezt a képet, meg azt, amit érzett. Szinte csaholt a keservét. Jaj, mennyire sajnálom! Jaj, jaj, jaj! Miért sajnálod? kérdezte az asszony. A felesége nem akart belemenni a játékba. Szerepe különben is könnyebb volt. Bódultan hevert ugyan a szokatlan, kései lefekvés miatt, de azért rendelkezett ellenőrző értelmével, azon kívül nem látta azt az államalakot, mert az ura, és nem olvasta pacsírta levelét sem, mely mély benyomást gyakorolt Ákosra. Soha se sajnáld, szólt az asszony, hogy nyugodt, hideg szavával hűtse. Semmi okod rá, elutazott, majd visszajön. Neki is kell szórakozni, ne légy oly önző. Milyen árva, suttogta Ákos, maga elé meredve. Milyen árva? Holnap megjön, mondta az asszony közönt tettetve. Holnap este itt lesz. Akkor nem lesz árva. No, feküdj már le. Nem értesz engem, felelt az öreg indulatosan. Nem arról beszélek. Hát miről? Arról. Ami itt fáj itt. És szívét verte. Arról, ami itt van, erről, itt, mindenről. Aludj már. Nem asszom! mondta Ákos hepciásan. Azért sem asszom, most végre beszélni akarok. Hát beszélj. Mi őt nem szeretjük. Kik? Mi? Hogy mondhatsz ilyet? Igenis, kiabált Ákos, és kezével az asztalra vert, mint előbb. Gyűlöljük őt. Utáljuk. Megőrültél? Kiabált az asszony, hogy még mindig az ágyban feküdt. Ákos pedig, hogy kihozza sodrából feleségét és megbotránkoztassa őt, egyre emelte hangját, mely megbicsakolt, rikácsolt. Azt akarnánk, hogy ne is legyen itt, úgy, mint most, és azt se bánnánk, ha szegény, akár ebben a pillanatban meg. Nem mondta ki a szörnyű szót, de így még szörnyűbb volt, mint aki mondta volna. Az asszony kiugrott az ágyból, eléje állt, hogy megakadályozza a botrányt. Halott fehér lett. Felelni akart valamit, de torkának adta szó, mert önkívületes izgalma ellenére gondolkodott azon a szörnyűségen, melyre ura célzott, hogy olyan igaz-e, nem-e. Döbbent -e rá. Ákos azonban nem beszélt. Felesége most már várta volna szavát, szinte kívánta, hogy beszéljen, mondja ki, mondjon ki mindent. Érezte, itt van a nagy, végső leszámolás órája, melyre sokat gondolt, de azt hitte, hogy mégsem történik meg, Legkevésbé pedig vele, és ilyenkor. Leült szemben lévő zsőjébe, minden ízében remegve, mégis elszántan, és valamit egy csöppet kíváncsian is. Nem is szólt közbe, mikor ura beszélni kezdett. Ákos így folytatta: Hát nem jobb lenne az? Neki is szegénynek, és nekünk is. Tudod, hogy mit szenvedett? Csak én tudom. Az én apai szívem tudja. Így úgy, suttognak mögötte folyton, lenézi, kiröhögik, és mi, anya, mit szenvedtünk mi? Egy év, két év, vártunk, reménykedtünk, múlik az idő, azt hittük, csak véletlen az egész. Azt mondtuk, hogy majd jobb lesz minden, mert mindig rosszabb lesz. Mindig rosszabb és rosszabb lesz. Miért? Miért? Kérdezte Ákos is, majd egész csöndesen mondta. Azért, mert csúnya. Elhangzott először utána csönd támadt. Koppár hallgatás kongott közöttük. Az asszony fölugrott, nem, mégsem így képzelte el ezt. Mikor a leányáról beszélgettek, és kíméletesen kerülgették a kérdést, azt gondolta, hogy egyszer majd csak ugyan rátérnek részletesebben, és pontról pontra kifejtik, talán napokig vitatkoznak is. Ő meg az ura, és talán néhány rokon, Béla és Etelka, mint egy bizottságá alakulva, de nem ilyen nyíltan nem így durva egyszerűséggel, az, amit Ákos mondott, egyszerre véget vetett minden további ellentmondásnak, eszmecserének lehetőségnek, fájt neki. Fölháborította a kegyetlenség, az őszintesége. Egy nő sértett meg az ura, az ő leányát sértette meg, és mintha csak az sérelem történt volna vele. Haragosan duzzogva rikoltott föl. Nem, nem! De igen, de igen! Csúnya, nagyon csúnya! kiáltott Ákos kielegve. Csúnya és öreg szegény, ilyen csúnya! És száját orrát föltelmesen elhúzta. Olyan csúnya, mint én! Föltápászkodt a zsőjéből, hogy megmutassa magát, igaz mi volt távon, csak asszony mellé állt. Így meredtek egymás a pacsirta akszülei, egy ingben mezitláb, majdnem mesztelenül, a két kiszáradt test, melynek öleléséből valaha a leány született, mind a ketten reszkedtek az izgalomtól. Részeg vagy, szólt az asszony megvetően. Nem is vagyok részeg. Ha az Isten ellen vétkezel. Ha sánta volna, ordított Ákos, ha púpos volna, ha vak volna, akkor sem volna ilyen csúnya. És most már sírt, bőkönnyek mosdatták, szivarhamutól mocskos arcát, gyötrődő lelkét. Az asszony azonban kiegyenesedett. Kérlek, mondotta egyszerre oly szigorúan, hogy ezt nem lehetett róla föltételezni, szemében oly éles értelemmel, mert eddig nem látott senki, nem ismert senki abban a környezetben, amelyben mozgott. Kérlek! És felemelte hangját. Megtiltom, hogy így beszélj a leányomról. Ő az én leányom. Nekem kell megvédeni az én leányomat, a te leányodat veled szemben szégyeld magad. Micsoda! Hebegett Ákos, és visszahökkent. Nem engedem, szólt az asszony, és az asztalra csapott. Ezt már mégsem engedem. Kutyakomédia, mondtad az előbb. Na hát, ez a kutyakomédia. Ákos magára csodott részegségéből, mely mintha világosodott volna. Jó, hagyta rá. Beszéljünk okosan. Velem lehet okosan beszélni. Veled ma nem lehet okosan beszélni. Hajnalban jössz haza. Fölborítod a lakásom elszemeteled a pénzt, fejemre akarod gyújtani a házat, össze-vissza beszélsz. Előbb aludt ki magad, És indult az ágy felé. Anya, marasztotta Ákos. Maradj kicsit, mondta szinte könyörögve. Az asszony ott maradt. Mit akarsz tulajdonképp? Vallatta urát. Miért sírsz? Miért ordítasz? Nem értelek. Keményen beszélt, most szünetet tartott, és gyengébb hangon. Jól van, nem megy férjhez. És aztán sok lány nem megy férjhez. 35 éves, még mindig jöhet valaki, és sosem lehet tudni. Akkor, mikor legkevésbé várjuk. Szólítsen meg az embereket az utcán, hogy apró hirdetést tegyek az újságba. Egy vajkai lánynak. Ugyan egy kérlek. Anya elhallgatott. Ákos várta, hogy csak beszéljen. Jól esett a szava. Minél kíméletlenebb volt, annál jobban. Csak még erősebben vágná, verné. Majd folytatta az asszony. Vagy férjhez megy. No, mondjuk, tegyük fel. Akár kihez, aki kéri. Mert ilyen mindig lehet találni. Ha azt hiszed, a mai házasság olyan mennyország. Hernád Janka a férjhez ment, Ráuckiné mesélt, hogy múltkor kísért szemmel jött a nőegyleti bálba. Elvette egy kártyás semmiházi, fél év alatt elkártyázta a hozzamányt. Most az ott vannak. Proszner Magdát veri az ura. Veri, kérlek, és iszik. Szilkuti Biri esetét ismered. Ma itt volt és kitálat. Kár, hogy nem hallottad. Ezt akarod annyira? Nem, csak maradjon nálunk. Sohasem lesz boldogabb, mint itt, ha már az Isten így rendelte és annyira megszokott bennünket. Az utcán, közvetlen ablakuk alatt részegek korjongattak, talán a pár docok egy csoportja, mely arra haladt éjj útján. Megvárták, míg elhangzik a lárma. Vajkainő töprengett, mindig visszatérve a kiindló gondolatra. Képtelen dolgokat mondottál. Nincse meg mindene, amit szeme szája kíván. Kilenc ruhája van, kettőt az idén csináltattam, és öt pár cipője van. Őszel kérte, vegyem meg a gyönyörű kék tolboáját. Hát megvettem neki azonnal, ebben a rettenetes drágaságban is, pedig 14 forintba került. Nem járatjuk-e tisztességesen, hogy hozzánk illik? Takarékoskodtunk, az igaz, mert nehéz az élet. De mit hoztam ehhez a házhoz? Az övé, az ő hozománya, senki se nyúl hozzá. Minden rajzárom félreteszem. Dolgozom öreg napjaimra. A jót is elvonom magamtól, hogy neki maradjon minden, amit kedvel a legjobb. Vagy nem neveltettük? Elvégezte iskoláit. Magam tanítottam zongorára. Ebben nem sokra haladt, de mindenki elismeri, hogy finom művelt lány, és hogy kézi munkázik. Sok szülő büszke lenne rá. Nézd ezeket a remek terítőket, mint tőle való. Bűn volt, amit mondottál? Bűn és ostobaság! Most keresett valamit emlékeiben. Hosszú szünet után szólt csak. Öt éves korában leesett a padlás följárójáról, bezúzta koponyáját. Koponya repedéstől, ajrászkodtatástól tartottak. Emlékszel? Leívattuk a pesti tanárt is. Két álló hónapig raktam szegény, véres fejecskére a jeges tömlőt. Elcsigázódottam, tönkrementem. Engem vádolsz? Most is mindig vele jövök, megyek. Ő az én egyetlen barátnőm. Mi lenne nélkül az életem? Csak azt tudom, hogy szeretem. És jobban már nem lehet szeretni senkit. Új rohamot kezdett, az apa felé fordulva. És te is szereted őt, apa? Nagyon szereted? Hiába beszélsz, öreg, kedves apuska. Akkor, mikor az történt, magad sürgönyözve a tanárért. Éjfélkor futottál el, mint az őrült, és ugráltál, mikor a tanár azt mondta, hogy már nincs is rá szükség. Tavaly is mit csináltál, mikor elrontott a kicsi a gyomrát? És mindig magad kísérted az iskolába, nagylánykorában is, ha pedig nem jött haza pont fél egyre, attól féltél, el, hogy elgázolt a kocsi. Vastag ruhákat vettél hogy meg ne fázzék, és miatt a diárt vastag harisnyában is szegényke. Egészen mulatságos voltál, kidevettünk a leányoddal. Jaj, bejól kacagtunk sokszor. Nincs igazam? Ákos bágyott a mosolyot. Nem ez a hiba, folytatta az asszony, hanem abban tényleg hibás vagy, hogy kerülöd az embereket. Utóbb egészen elvadultál, úgy élsz, mint egy embergyűlölő. Nem lehet ilyen elzárkozottan élni, mint mi. Ő is szeretne társaságba járni, csak nem mondja. Miattad kuksol folyton itthon? Azt hiszi, hogy te ideges vagy, ezért nem megy sehová. Nélküled különben sem akar, pedig látod, mennyire szeretnek, tisztelnek, becsülnek, görnyei, pribocai, füzesferi, meg aztán, és itt gondolkozott, mindenki. Határozzuk el, hogy hetente legalább egyszer társaságba járunk, és elviszük őt. Aki nem mutatkozik, azt elfelejtik. Egy kis változatosság kell, akkor minden másképp lesz. Jó? Örült, hogy felesége legyőzte őt érvekkel, és most, hogy a nevetségeség utolsó derítő motivumát is fölhozta, Ákos visszavonult, boldoga megadta magát. Miért nem beszélsz? unszolt az asszony. Az öreg úrnak már nem volt szüksége vigasztalásra. Megenyhült, el is álmosodott, talpa fázott az áthidegülő padlón. Lassan így már egészen kiózanodva, Azoktól a hullámzásoktól, meg vérét fölkorbácsolták, az ágy felé ment, s ernyetten a dükkitöréstől végig feküd rajta. Kellemes volt feküdni, már csak azért is, mert nem kellett szembenéznie feleségével. Szégyelte az előbbi komédiázást, a pipodja, érzelgős szószátyárságot, mely csak részeg engedhet meg magának, a józan pironkodik miatta valósággal elbújt az ágyban, paplanát szájáig felhúzta. Figyelt, mi történik most. Feleség azonban kifolyott a szóból, ült a zsőjében. Most ő szerette volna, ha ura megerősíti abban, amit mondott, vagy ellene támad. Új szavakat várt, új szempontokat, meg támogatják az övét, vagy végképp megdöntik. Mert bármi szilárd hangon beszélt, belül egyáltalán nem volt biztos, a fortéjós ügyvédi érvelések, a ravaszú, gyanúsan lendületes, mindig neki fohászkodó védőbeszédek szerkezetében, építésében úgy tetszett, mégis volt valami hézag, mely üresen maradt valami rés, melyet ki kellett volna tölteni. De Ágos nem visszhangozta a jóságos szóáradatot, melyet mely a feleség elkábította őt. Így magára maradt, és kínzóbb gondolatok mardosták, mint urát, kit ő vigasztalt meg, Fölkelt, mintha kérdené, ki segíthet rajta, ki segíthet ő rajtuk. És minden eszébe jutott, mindenki eszébe jutott, még Ilyas Miklós is egy pillanatra, ki új szívesnek mutatkozott. De a gondolatot azonnal elvetette, ő még gyermek, alig 24 éves. Ákos némán feküdt. Mégis csak a nőnek kellett újra megszólalnia, mint egy önmagának mondta, összefoglalva mindazt, ami a vitának eredménye. Mi nagyon szeretjük őt, hangsúlyozta, mind a ketten. És ha ezerszer is jobban szeretnénk, akkor... Akkor, segített neki Ákos, lehúzva szájáról a paplan, mert kíváncsi volt. Mi lenne akkor? Akkor, sohajtott anya, mit csinálnánk akkor? kérdezte. Igaz, Mondta Ákos, zengéstelen, reménynélkül hangján, Mit csinálnánk? Semmit sem csinálnánk. Mindent megtettünk. Mindent megtettünk, gondolt az asszony, mindent. Ami embertől telt, mindent elszenvedtünk. És körülnézett. De Ákos megint hallgatott. Látta, hogy én már egyedül áll a szobában egyedül az egész világon, azzal, ami fáj, és szívét olyan kétségbe is si szorította, hogy majd összeroskadt. De tekintete ekkor önkéntelenül oda tévedt az ébenfa feszületre, mely az összetolt hitvesi ágyak fölött lógott a falon. A fekete fa alapon csüngött a drága, elsanyargatott test, olcsó gipszből mintázva, aranyfüstől befuttatva, úgy, hogy a sovány bordák a kintől kifelé roskadó melkas, a halálos verejtéktől csapzott dús férfiha is aranyosan csillogott. Évtizedek óta nézte őket az ájult Istenember, élete és halála határmestjén. Ismerte minden szavukat, minden mozdulatukat, s ő, ki a szíveket és veséket vizsgálja, tudta, hogy most nem hazudtak. Karjait hősiesen vetette szét a keresztfán, Fölistenítve minden emberi fájdalmat az egyetlen mozdulattal, melyet csak ő tett, mióta áll a világ. De a feje a mindjárt beálló dermedett közönnyébe bukott előre, és arca már megkövült a kínszenvedéstől. Nem nyújthatta enőfelé sem segítő kezét. Jelenléte azonban mégis nagy volt. Igaz valóság ebben a polgári szobában, hol minden kicsiny volt és a világ világtörténeti tragédia magasztosságát, a lángész és forró szeretet végtelenségét árasztotta az édes Jézus, ki a boldogtalanokért jött a világra, és meghalt azokért, akik szenvednek. Az asszony lépést tett a feszület felé. Szemében pedig most először csillant meg egy igen kis könyv. Ismét ő kezdte. Imádkozni kell, Mondta maga elé, inkább magának. Hinni kell Istenben, ki megváltott bennünket, minnyájunkat. És sokat imádkozom. Éjjel, ha fölébredek és nem tudok aludni, mindig imádkozom. Akkor megkönnyül a szívem, és hamar elalszom. Imádkozni kell, Apa, és hinni. Isten megsegíti majd őt és megsegít bennünket is. Ákos erre nem szólt semmit. Nem mintha nem értett volna egyet feleségével. Vallásos lélek volt ő is, különösen 40 éves kora óta, buzgó katolikus, ki minden húsvétkor gyónt, és magához vette az úr testét, de sárszegen az volt a szokás, hogy a férfiak szemérmes kegyelettel takarták el vallásos voltokat, mint a könnyüket. Csak a nők mutogatták, de tőlük ezt meg is követelték. Anya eloltotta a villanyt, lefeküdt az ágyba. Ő is magára vonta paplant a szájáig. Nem döntötték el azt, amit akartak. Semmi megoldása sem jutottak, de legalább elfáradtak. Ez is volt valami, vagy három percig hallgattak. Aztán Ákos fölült ágyában. Te! mondta jelentősen. Megint láttam. Az asszony tudta, kiről van szó. Igen? Ott ült a baros kávéházban. Köszönt. És te? És ha köszöntem, hogy ne higgye. Ivott. Már iszik is, vigyeztette a száját vajkainé. Mindig mondtam, szólt Ákos, hogy nem lesz jó vége. Rossz bőrben van. Nem is soká. Évek óta tárgyalták Cifra sápadságát, sovánságát, Titkos betegségét, mely időnként váltakozott, és mindig megjósolták közeli halálát is, márciusra, októberre. De a kis vasúti tiszt csak érdegélt. Ott romba barátaival, el nem húló náthájával és gyógyíthatatlan zavarával. Ákos gondolkozott. Az Isten nem ver bottal, tette hozzá és lefeküdt. Majd megint fölült. Ég a pokol, mondta a tréfásan a gyomra éget kegyetlenül, nyelvető vég. Szódabikarbónát vett be, és oly ügyetlenül, hogy háló ingére hult, bebiszkította állát. A fehér port rágta fekete fogaival. Nem gyújtották meg a mécsest. Enélkülesen volt sötét. A leengedett redők résein átszüremkedett a világosság. A falon fényes léniák inoktak, és az utcáról a piacra haladó paraszszekerek zaja hallatszott be. Megvírat.